A budapesti székhelyű Pázmány Péter Katolikus Egyetem az idei évben nem érezte meg a felvételizők és felvettek számának csökkenését. Az egyetem meg tudta erősíteni pozícióját a felsőoktatási intézmények körében, ugyanis az előző évhez hasonlóan 2205 főt vettek fel. Komáromi László, az egyetem oktatási rektorhelyettese beszélt az intézménybe való felvételi és pótfelvételi sajátosságairól. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek az értékrendje, a sajátos identitása szempontjából legmeghatározóbb kara talán a hittudományi kar. Ezen a karon másként alakul a felvételi eljárás, mint az összes többi karon, mert nem az általános államilag, központilag szervezett felvételi rendben veszi fel a hallgatókat. Itt egyelőre azt látjuk, hogy nagyjából hasonló létszámokkal tudunk kalkulálni, mint az előző tanévben, tehát katolikus teológus osztatlan szakra, katolikus közösségszervező alapszakra, katekéta lelkipásztori munkatárs alapszakra és hittanár nevelő tanár képzésre egyaránt kiegyensúlyozott érdeklődést tapasztalunk. A bölcsészet és társadalomtudományi kar idén összesen 1254 hallgatót vehet föl az általános felvételi eljárás eredményeként, ami 5%-kal több, mint tavaly. Kiemelt növekedés tapasztalható egyrészt az osztatlan tanárképzésben, ami nagy öröm számunkra, mert a tanárképzést a Katolikus Egyetem a saját szívügyének tekinti, de nagyon jól szerepelt a pszichológia alapképzési szak is, az anglisztika is. Ezeken a szakokon igen magas ponthatár mellett kellett korlátokat húzni. A jog- és államtudományi karon a következő tanévre 773 új hallgatót vettünk föl, ami arányaiban egy picit kevesebb, mint tavaly, de ez azért történik így, mert a jog- és államtudományi kar magasra szeretné tenni a mércét akkor, amikor meghúzza a ponthatárokat. Ez konkrétan azt jelenti, hogy az állami ösztöndíjas képzésen a tavalyi 440 ponthoz képest 18 ponttal nőtt a felvételi bejutási küszöb a nappali képzésre, a levelező képzésen pedig 31 ponttal nőtt, idén 471 pont kellett ahhoz, hogy bejusson valaki a levelezős jogász képzésre. Az információs technológia és bionikai karon a következő tanévben 178 új hallgató kezdheti meg a képzését. Igen magas ponthatár mellett kerültek be ezek a hallgatók. A mérnök informatikus BSC képzésben például több mint ötszörös volt a túljelentkezés, és a pont átlag, amit ezek a hallgatók, a felvett hallgatók elértek, az 407 pont volt. Ugyanaz az érték a molekuláris bionika BSC szaknál, még lényegesen magasabb 441 pontos átlaggal tudtak csak bekerülni, ami azt jelenti, hogy az információs technológia és bionikai kar a saját szakterületén lényegében elit képzést folytat Magyarországon. Hasonlóan a korábbi évekhez a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen idén is számos képzésen hirdetünk pótfelvételi lehetőséget. Ez a lehetőség azoknak szól, akik vagy nem nyertek felvételt semmilyen képzésre az általános eljárásban, vagy pedig nem is adtak be egyáltalán jelentkezést sehová. Augusztus 9-ig lehet a pótfelvételire jelentkezni. Aki érdeklődik, azoknak azt ajánljuk, hogy a felvi.hu oldalon keresse meg azt a képzést, ami számára a legszimpatikusabb. Évek óta tapasztaljuk azt, hogy az egyetemnek a földrajzi széttagoltsága az korlátot jelent abban, hogy a Katolikus Egyetem a sajátos küldetését teljesíteni tudja. Ezért évek óta törekszünk arra, hogy a bölcsészkarnak a Pilis Csabai képzéseit lépésről lépésre behozzuk Budapestre. Az a stratégiai döntés született, hogy a Pilis Csabai kampuszt azt az egyetem átadja az államnak, és az egyetemnek az új központi kampuszát azt itt a Budapest 8. kerületben a Szent Király utca és a Pollak Mihály tér közötti területen fogja fölépíteni. Ennek a részletei, az ütemterve, a pénzügyi háttere még tisztázás alatt van, de azt lehet látni, hogy szeretnénk földrajzilag is központosítottabban működni, mert a tapasztalatunk az, hogy a Budapesten meghirdetett képzéseink sikeresebbek és több hallgatót vonzanak.